Nos, srácok, hát esküszöm, Isten látja lelkem. Én szerintem talán még soha büdös életben nem vettem semmit meg fulláron a Steamen. De most lehet, hogy eljött a pillanat, hogy kénytelen leszek. Megjelent ugye a Baldur's Gate 3 egy néhány nappal ezelőtt. Vagy hát legalábbis kijött bétából. És nagyon jók az értékelései, rendkívül pozitív 38 ezer értékelésből, meg a neten is kb. Ugyanez megy. Úgyhogy hát feltöltögettem a egyenlegkémet a Steamen. Itt látható. És hát ezt kénytelen leszek megvenni, pedig ez borzalmasan drága, és nem szeretek 15 eurónál több pénzt költeni egy játékra. De hát most kénytelen vagyok. Megnéztem rengeteg helyen, nem látok sehol akciót, nem látok sehol kupont, nem látok sehol discountot, és semmit, nincs fizikális kópia, nem tudom megvenni boltba, magyar áron lehetőleg. Úgyhogy, hát ez borzalmas, de most ez van. Itt ugye beállítja automatikusan, hogy ez Steam pénztárca, tehát felfogja ezt, hogy van ennyi pénzem feltöltve, és akkor elfogadjuk a szabályzatot, benyomjuk a buttont. Hát ez borzasztó fájdalmas, de utálok ennyi pénzért venni valamit. Ez mintha rajszögbe nyomtam volna az ujjamat. Jó, letöltjük, aztán elkezdünk vele játszani. Azt mondja a drága, nem vészes, 123 gigabyte. Apróság. Szinte. No mindegy, telepítsük. Közben egy érdekesség, itt majd mutatom a weboldalnak a címét is, olvastam cikkeket is, nagyon dicséri mindenki a játékot, és az egyik cikkben írták, hogy a megjelenés másnapjától magyar nyelven is elérhető a játék. Azért szerintem ebbe rengeteg szöveg van, ez tény, de azért nem egy gyűrűk ura nehézségű, tehát szerintem ezt azért végig tudja bárki olvasni. De hogyha mégsem, akkor elvileg egy ilyen AI-jal fordítatott magyar nyelvű szövegfájl elérhető hozzá ezen az oldalon, ami tök érdekes egyébként, mert ugye van egy csomó ilyen magyarítások portál, akiknek hát nem kis meló volt ezeket megoldani, rengeteget, hetekig, hónapokig dolgoztak rajta fordítók, és most állítólag ilyen hipersebességgel, valami AI megoldással sikerült ezt lefordítani. Szóval már csak azért is érdekes lehet, ha berakja az ember, hogy megnézni, hogy fordítás szinten mire képes az AI, mert ugye egy nap alatt azért nem hiszem, hogy ezt a, hát feltételezem, sok tízezer vagy sok százezer szóból álló szöveget, ugye a Baldur's Gate azért hírhetten tartalmas játék, nem nagyon hiszem, hogy ezt így bepötyögve le lehetett fordítani, viszont kíváncsi vagyok, hogy az AI az mit tud ezen a tekinteten, vagy ezen a területen produkálni, hogy lehet, hogy majd bedobom, aztán megnézzük, hogy mennyire vicces. A játék az pedig töltődik le, 130 giga kb. El leszünk vele egy darabig. Azt azért csak így zárójelben jegyezném meg, hogy ez a játék, ez azt hiszem elég keményen 18 pluszos. Tehát nem feltétlenül biztos, hogy bárkinek ajánlható. Minden eulát elfogadunk. Na például ez igen, hogy lesz a játékban meztelenség. Külön figyelmeztetnek minket ezért. Vagy erre, rohadt jól néz ki. No. Eljutottunk idáig, hogy nyomjunk meg egy buttont. Szimpatikus. Options, kicsit lejjebb vesszük a hangerőt. Na nézzük. New game. Felfedező, kiegyensúlyozott vagy taktikus, ez nekünk jó lesz. Jó. Intro. Tartok tőle, hogy már itt belek fognak röpködni. Szóval mondom még egyszer, 18 pluszos. Valami kriptában vagyunk.
V-Rising is hasonlóan kezdődött. Ja nem, ez valami repülő lény. Ez a izéből, Marvelből a Thanosnak a jobb keze. Tényleg teljesen olyan. Fő, de gusztusos. Kaja, hami. Ő, de undorító. Hú, srácok. Jó, kezdődik. De túlélte. Egyenlőre. Jó, most kapok egyet én is. Köszönöm szépen. Pont erre vágytam. Igen, és most elmenekülök, ugye? Nem szeretnék, köszönöm szépen. Ki vagyok én? Hát, jó kérdés. Kapcsoljuk be a pop-upokat. Ó, hát mondjuk grafikailag azért eléggé ott van a játék. Azt a rohadt nagyon szépen meg van csinálva. Hát mostanában nem ilyen minőségű játékokkal játszottam. Ezek az 5 eurós csodák, amivel szoktam nyomulni. Igen, egy picit azért jobb a minősége, mint az eddigieknek. Hát mondjuk nem tesz jót azért ez a mirilis, hogy folyamatosan rögzít. Ez eléggé leveszi a gépnek a teljesítményét. Lehet, hogy majd átállok OBS-re. Na jó, hát itt jön az a csodás folyamat, ami egy ilyen kaliberű játéknak 2 óra. Itt nem csak ilyen klik-klik karakteralkotás van, hanem írdatlan részletességgel meg tudjuk csinálni a karakterünket. Itt vannak ilyen előre tárolt, ez például micsoda, ez egy Night Elf tolvaj, ez egy fighter, egy ilyen ork-szerű varázsló ember. Jó, jó pofa karakterek vannak, szépen ki vannak dolgozva. Warlock, barbár, nagyon cuki. Hú, szépen meg van csinálva nagyon. Igen, hát azért néha nem árt egy ilyen 3-ás címmel is játszani. Sajnos ezeknek az ára is olyan. Na jó, hát ezt most fölösleges végigmutogatnom, ezt nyilván mindenki meg fogja tudni csinálni, és mindenki olyan karaktert fog csinálni, amilyet szeretne. Ez a legjobb benne, iszonyat mennyiségű lehetőség. A zene se rossz, remélem a YouTube algoritmus nem itt fogja kinyírni a videómat. Jó, hát szóval ez egy hosszú folyamat lesz, ezt most nem mutatom végig, majd mutatom a végeredményt. No, hát így néz ki a karakterem, olyan nagyon sok időt azért nem áldoztam rá. Kicsit ilyen druidásra vettük a figurát. Tolvaj karaktert indítok, én szeretem azt, hogyha tudok lopakodni, tudok így csendben támadni, tudok zárakat nyitni, stb. Utálom, hogyha akár ajtókat, akár ládákat nem tudok kinyitni, illetve hát ennek, hogyha van ilyen lopás, tolvajlás képessége, azzal egy picit gyorsabban lehet pénzhez jutni, és akkor azáltal egyéb dolgokat. Vannak ilyen jópofa háttérsztorik is, ugye, azért ezt is megszokhattuk már, az mit boostoljon, stb. Szóval elég részletesen be lehet állítani. Itt pedig hát azt mondta nekem, hogy van egy ilyen javasolt beállítás, én akkor most ezt alkalmaztam, a javasolt beállításokat. Úgyhogy elvileg kész a karakter, kérdés, hogy mennyire leszek vele hatékony, de mindegy, most ő lesz a srác, így nézünk ki. Hát ruhát nem engedett módosítani, ez van. Tav, hát biztos nem Tav. Nekem még a World of Warcraftbe hívták így a karakteremet, ahol ez szabad. Ott ezt használom. Micsoda? Csináljak egy őrzőt? Ja, és ezt csak előre definiáltból lehet választani? De nem, itt is tudok editálni. Hát akkor csinálunk egy őrzőt is. Na hát érdekes módon itt nem enged választani nekem kasztot, fajt,
és nemet és kinézetet enged választani, viszont itt nem választhatom ki, hogy ő mi legyen, tolvaj, vagy barbár, vagy varázsló, vagy bárki, úgyhogy ezt gondolom, itt egy ilyen warrior, vagy paladin, vagy nem is tudom, mi lesz pontosan. Egy ilyesmit dobott fel kiindulásnak, úgyhogy kicsit editálgattam a fejét. Kb. Így fog kinézni. Grafikában eléggé ott van a cucc, úgyhogy ez nekem egyelőre tetszik. Indítsuk el. Ó, folytatódik ezzel a... Kicsit az izében az XCOM UFO játékokban voltak ilyen lények, amikor az UFO-ba mászkáltak ezek a rühes dögök, akiket ki kellett nyírni. Ó, haverod már elpusztult. Ezek meg ilyen csápok, mint az Avatarban, mindjárt összekapcsolódik vele. Ó, kinyitott a szélvédőt. Ja, hogy ez így? Aha. Ja, most leigázunk egy várost. Jó, van semmi probléma. És akkor mi most hol vagyunk? Mi most benne vagyunk ebbe a... Szegény József! Kinéz az ablakon! Mi a szar ez? Hát már késő öreg, se harangozhatsz nyugodtan. Nem érsz föl ám addig, amíg elpusztítja a várost. Ajjaj. Jaj, de szeretem, amikor ilyen halhatatlan űrgonoszokkal kezdődik a játék. Ja, csak egy ilyen csapással kinyír mindenkit. Ja, nem is, beteleportálja őket a hajóba. Tiszta Matrix. És ilyen izének fogja használni őket, elemnek vagy akunak. Ó, bakker. Ja, hogy valami emberkísérletek, azok félre sikerültek, azok már ilyen... Ó, jön az erősítés. Mindenkit kinyírnak. Vagy ezek a védők? Aha, ezek nem szeretik egymást. És ezek is egy másik dimenzióba... Na ez az, aprítsátok. Akkor gondolom, ezek már így dimenziókon keresztül üldözik egymást. Ops, szegény neked annyi. Na neked is van olyan jó fej a sárkányod, mint nekem a Zelda. Van, téged is elkap, jó van, engem is elkapott mindig a Zelda. Hát ez rohadt jól néz ki, azt kell, hogy mondjam, ez az, kapjátok szét a cuccot, azt mentsetek ki. Ujjaj, nem fognak ezek kimenteni. Na de hát nem halhatok meg. Én vagyok a főszereplő. Igen, mondom, ez összekapcsolódik így, mint a... Ja, aha! Pendít egyet a húron, és... Már másik dimenzióban van, hát akkor ez most így megszökött. Nem, jönnek utána! Mondom én, hogy ezek már sokadik dimenzión keresztül üldözik egymást, rövid ujjú pólóban itt az északi sarkon. Ó, srác! Na, most mi lesz veled? Kicsit izé... Defektes lett az űrhajód. Na? Most ez minket szeret, vagy nem szeret? Hát mi áldozatok vagyunk, minket ki kell menteni. Hoppá! Aha, épp fölrobbant, és épp átteleportált. És akkor most már nem tudják követni? Intenzív. Ja, én is itt vagyok bent. Hát ezt úgy hívják, hogy szívás. Szabadíts már ki, légy szíves. Hú, mondjuk rohadt jól meg vannak csinálva a videók. Háó, itt vagyok, mentsél ki! Ez még mindig bírja ez a... repülő űrcsótány. Jó dimenzióba kerültünk szerintem. Szimpatikus hely. Itt mindenki mindenki ellen? Oké. Na? Végre magunkhoz térünk. Ah, ez már kicsit más minőség, ez már nem videó lesz. Ó, tisztára, mint a izébe. Falloutba, mikor fölébredünk. Jó, nézek ki. Autosave.
Na jó, hát nézzünk körbe. Fáj a fejem. Oké. Hát azért az várható volt. Ó, jönnek a tippek. Kamera irányítás, oké, home. És a bal egér gombbal középre ugrunk. Alapvető mozgások az egérrel. Ez volt a kis alvó helyem. Igen, hát szóval előjáróban annyit, hogy nem vagyok benne biztos, hogy erről a játékról végig fogok videókat csinálni, mert akkor körülbelül a következő 400 rész a csatornán erről szólna. Igen, azt keresek egyéb túlélőket. Szóval, hogy ez egy írdatlan, tartalmas és végtelen hosszú játék valószínűleg. Itt folyik ki a hányás, vagy itt ez a defekt, vagy nem tudom. Úgyhogy nem biztos, hogy az egészről lesz, meg nem is biztos, hogy végig. Én szerintem azért végig fogom játszani, valószínűleg jó pár száz óra lesz. Az a baj csak, hogy jön majd a Starfield, azt hiszem. Ó, némá. Onyx jön majd szeptember valamikor, úgyhogy hát van erre egy hónap végig játszani, az nem biztos, hogy elég lesz. De majd igyekszünk. Folyamatosan beszél a karakterünk, a Simpi. Gusztustalan, innen jöttek a kukacok. Igen, tudom. Felfedezzük a medencét. Skill check. Jaj, a kockás rendszer, hát de cuki. Igen, van nekem plusz egyes cuccom az intelligencia miatt, és 10-et kell dobnom. De így elég 9 is. Hát éppen, hogy megvan. Hát akkor sikeres a dolog. Hát ez rohadt jó. Mai 10 éves rácok nem is értik, hogy mi ez. Hogy milyen hülyeség, de ezek rohadt jók voltak régen. Igen, és akkor most belehajolok, akkor mi fog történni? Még 20 kukac az arcomba ugrik? Mindegy, hajoljunk bele. Ó, nem, fölrobbanok. Jaj, kigyulladtam. Segítség. Jó, ezt már megnéztem. Jó, ez volt egy ökér, aki meghalt. Jó van, helyes, rohagy meg. De itt valaki lépeget. És az mi? Restoration. Akkor az engem meggyógyít? Vagy ez más gyógyít meg, nem engem? Ó, dehogy nem. Igen, jobban érzem magam. No jó, hát szóval igen, ez az ilyen időgyilkos játék. Ezt úgy nevezik, tehát itt nem tudok egy epizódot úgy csinálni, szerintem, hogy ne másfél óra legyen. Na de várjál, itt volt ez az ork lány. Ezzel mi történt? Mert most nem látom sehol. Akkor elment és itt hagyott. Hát rohadjon meg. No jó, mindegy. Elég gusztusos ez a hely. Olyan, mint hogy bemennénk valakinek a torkába. Jobb esetbe. Rosszabb esetbe a seggén. Júj, nem nagyon idegesítő, hát borzongató. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Vegyük fel. Később majd eldöntjük, mit csinálunk ezzel. Arany. Na, három arany van egy ilyennél. Akkor valószínűleg rohadt drága lesz minden, ha csak így találtam három aranyat. Brain jar. Ez egy ilyen agyüveg. Mit csinálhatok ezzel? Etek. Íj, de szuper gusztusos. És ezt nekem szét kéne vernem? Verjük szét. Ez rohadjál meg. Nem tudom, értem ezzel valamit, de legalább bosszút állok. De nagyon hátborzongató ez a izé, aki itt nyafizik. Ez micsoda? Leharapja a fejem? Ez valami lény? Nem. Hova vagy csapdába esve? Nem látlak. Jaj! Ó, de guszta. Ez itt ki van nyírva? Itt is van még pár ilyen
Itt is egy nyomógomb, vagy mi volt ez? Nem, jó, hát ne csinálj semmit, igazad van. Szétverek mindent. Ó, anyád, ez engem besebez. Hát akkor nem verem szét. Persze, hogy ne engednélek el, hát azzal fogom kezdeni, hogy elengedlek. Valószínűleg nem harapod le a fejem egyből. Egyáltalán oda tudok menni? Hogy ne tudnék. Ja, hogy te beszélsz? Ó, bakker, de jól nézel ki. Ismétlem, 18 pluszos. Hűha. Kicsit eldobta az agyát a srác. Hogy ne szabadítanálak ki? Kik jönnek vissza? Mindenki meghalt, fölrobbant a dzsuva űrhajó. Persze, kicsit nézzük már meg közelebbről. Úristen. Újszülött. Ja, hogy ez most lett beleültetve valami az agyában, de akkor biztos nem jó dolog lett beleültetve. Aha. Nekem is ilyen a gyövőm van. Tök jó. Úristen. Aha. Jó. Persze, kiveszem az agyadat. Mi nekem jó? Az erőm az nem. Hát ez se tudom mennyire jó, de az ügyességem az elvileg plusz 3-as. Ez plusz 1-es. Hát nem tudom, most jó ez nekünk, hogyha... 10-et kell dobnom, és van egy 3-as pluszom. Hát azért ez nehéz elcseszni. De azért sikerül nekem, jó van. Hát akkor ezt nem tudom kivenni. Ja, eszembe jutott, hogy azért ilyenkor nem ártana menteni. Kérdés, hogy ilyenkor nyomok egy quick save-et, akkor... akkor visszatölthetem-e és újra próbálhatom-e. Hát akkor... sajnállak. Így puszta kézzel? Szuper. Jó van. Jó kezdődik. Na jó, mentsünk egyet. Jó lett volna mondjuk ezt korábban megtenni, visszatölteni, hát ha már... Igen, szóval egyébként ezekben a játékokban azok a... hogy mondjam, meglepő és némileg fájdalmas dolgok, amik manapság már nincsenek játékokban, hogy lehet sikertelen. Tehát, hogy valami nem sikerül, és nem tudod újra csinálni. Tehát ez most itt nem vettem ki az agyát, fogalmam nincs, hogy mi történt volna, és nem tudom újra csinálni. Tehát, hogy ez egy újfajta, illetve nem, hogy újfajta, ez egy régi fajta stílus a játékokban, csak ez mostanában már nem nagyon van. Onnan jöttem, ugye? Ott volt egy gyorsító, vagy egy gyógyító. Oda visszaszaladunk, mert ez nekem tetszett, ez a gyógyító, és sikerült besebződnem az egyik ilyen agyedény miatt. Egyébként itt egy csomó mindent lootoltam. Hát nem olyan csomó mindent. Hú, na jó, ebben majd belevetem magam egyszer ebbe a karakterlabba. Ezek olyan iszonyat összetettek szoktak lenni ezek a játékok, hogy lesz még egy pár tucat óra, mire mindent felfedezek. Mit kell egyáltalán csinálnom? Jó, mindegy, megyünk az úton. Írtjuk a lényeket, aztán hát ha találkozunk pár barátságos emberkével, mert egyelőre túl sok barátságos emberke itt nem volt. Jújúj! Jújúj! De most ezek a sárkányok azért nem tudják, hogy én nem gonosz vagyok. Ott az ork! Te engem ne támadjál már meg, te nyomi, hát én is áldozat vagyok. Ó, a nénikéd! Néni két segge. Ja, neki is van agyevő manója, meg nekem is. Na hát, kommunikálunk egymással. Hát, öcsi sajt.
Egy cipőben járunk. Thrall. Az a Warcraftban volt. Hát, reméljük. Szimpatikus társ vagy. Ki vagy te? Hát, vagy neked, én vagyok az egyetlen esélyed, te nyomi. Ne legyen már ekkora arcod. Azt tudom, az van a fejünkbe. Napjaink vannak átra, az nagyon jó lesz. We can do nothing until we escape. Hát ezt gondoltam. Ó, de aranyosak. Ja, oké. Nagyszerű. Jó terve lesz, hogy kinyírjuk ezeket a kis göthös lényeket, aztán elvezetjük a hajót hazáig, és kiveszik a parazitákat a fejünkből. Na, de legalább már ketten vagyunk. Hányan vannak ezek? Úristen, vannak vagy 8-an. Combat! Yeah! Na. Igen, ezt ismerjük. Körökre osztott harc. Mik a lehetőségeink? Hát nem túl sok. Egyőre tudok karddal ütni, azt jó napot. 95%, hogy eltalálom. Mondjuk menjünk először inkább erre. Ó, de király vagyok! Na, hát együttéssel megöltem. Ez biztos, hogy csak mázli volt, és kicsit messzebb jövök, hogy ezek lehetőleg ne tudjanak. És ez az egészet lezárja, vagy nem? Lépjünk át ide a biztonság kedvéért. Ha hát csak ez oda megy, akkor ezt biztos meg fogják támadni. Nincs valami távolsági sebzésed, te? Ja, de van neked egy íjad. Ó, de király. 85. Elég az. Úgy is van. Ez az szép volt. Na jó, hát ekkor addig 2-ből 2. És akkor, hát valahogy menjünk messzebb. Nem tudom, hogy mennyit tud ez jönni. Hát, ha nem ér el minket. Ez már nem tud többet jönni. Ó, karakterenként kell lezárni. Na, remélem csak fél útit tudsz eljönni. Ja, de tudsz tűzgolyót lőni, anyádat. Ja jó, nem találtál. Hehehe, nem talált. Ja, most az a baj viszont, hogy rohadt messze van az íjászom. Mindegy, közelebb jövünk. Aztán pofán lövünk. Úgy is van. Ez jókat sebez. Királyság. Kaptunk 10 XP-t. Balta. Igen, oké, tudom, hogy tudom irányítani. Jó, hát megint mindent lootolunk. Íj, puska! És azt én tudok használni? Elvileg a tolvaj azt tud távolságit, azt hiszem. Azt a büdös milyen cuccok. Speed. Jó dolgok vannak itt. Aha, megváltozott az ikonja. De jó, ezt mutatja, ha már lootoltam. Meg a dőlésszög is, rá akartam zoomolni, de egy bedől. Fú, rohadt jól néz ki a játék. Ezt is ki tudom lootolni, de olyan kis... Ó, jó fegyverek. Szóval, hogy más az ikonja, ha még lootolhatom, vagy ha már megnéztem, meg más, ha még nem néztem meg. Ez mondjuk elvileg szürkét mutat, de nem mutatja kinyitva. De érdekes. Az azt mutatja, hogy már lootoltam, ez meg azt, hogy nincs nála semmi lehetséges. Azt már lootoltam, az... Érdekes, hogy ez miért zárt ládát mutat. Minden esetre szürkét, az meg aranyszínű, tehát azt még nem lootoltam. Ó, vannak itt nyípuskák. Akkor megnézzük, hogy 3 arany, szuper, megnézzük az inventorit. És nekem effektív nincs távolsági fegyverem, most már van. Nagyon jó. F-fel tudom váltani. Szuper király. És a kedves társamnak hogy látom az inventoriát? Itt váltok. Neked ez mennyit sebez? 4-9. Ez meg 4-11. Akkor kapsz egy nyílpuskát, jó? Ezt csak így át tudom dobni neked? Igen. Úgy. De várja. 2-9. Ja, mert nekem van valami módosítom.
Nekem 4-11. Neked meg csak 2-9, de még az is jobb, mint a 2-7. Igen, jó. Jó lesz ez. Oké, és akkor várjál, mert szereztem valami közelharci fegyvereket is. 4-9 a kardom. Ez is 4-9, ez meg 4-5. Hát akkor az egyelőre marad. Jó, megyünk tovább. Lootolgatunk, mentsünk már egyet azért a biztonság kedvéért. Most se tudom, merre kell menni. Hát egyre túl sok opció nincs. Ó, itt tudunk gyógyulni. Mondjuk egyikünk se sebződött meg, olyan rohadt jók vagyunk. Azt a büdös. Vannak itt cuccok. Valami ruhát is találtam. 10. szintű, nekem meg 11. Akkor ez szarabb, mint az enyém. És a kolléganőnek? Kérdés, hogy fölveheti-e egyáltalán? 15-ös. Jó. Hát akkor szerintem ezt hagyjuk. Jó, nem ő megy elől, én megyek elől. Nagyon gusztusos, hogy ilyen bérrendszeren mászunk föl. Figyelj, még el se kezdődött a játék, de már tele vagyunk arannyal. Jó lenne már egy kereskedő. Uá, de guszta. Na, ez Zsák utca. Autoszave, jó, az nem árt néha. Szuper guszti az egész terep, itt mászkálunk a bérrendszerében ennek. Na, ezeket meg tudom menteni? Nem úgy néz ki, mint aki nem halott. Etek. El van kábítva. Valahogy ezeket meg kéne menteni. Itt is van valaki. Na. Na, valahogy kiengedlek. De van időnk mindenkire. Trollt nem hagyunk hátra. És hogyha rossz gombot nyomok, és szétdarálja a fejedet. Na jó, hát akkor most lesz az, hogy mentünk. Ezt erre gondoltál? The console appears dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Jó, nyomjuk meg. The console remains dormant. Super. Hát ez nem működik. Jó, mondjuk ezt szétlövöm. Ó, ez valami méreg. Van itt minden, ez micsoda. Ó, csak így berakunk az inventory-be egy ilyen izét. Jön valami agy! Ez kiskutya itt, ilyen házi állat? Ez hova megy? Beszélgessünk már vele. Szia! De cuki vagy! Ez szülye! Úristen, milyen ez a játék! Hova kerültünk? Láda. Kinyitjuk. Lagd. No, de hát én tolvaj vagyok. Hát úgy kinyitom, mint a húzat. Ó, tolvaj cucc kell. És nekem nincs olyanom. Ja, és eltörik a cucc, hogyha... Itt van valami mellett egy nyaklánc. Atya Isten, ilyen kis cuccokat észre kell venni? Hát egy ilyen kis nyafat valami volt a földön. Jó, majd kiengedlek, ne kiabáljál már. 4-9, de mintha ennek adna... Jó. Na nézzük. Open. Lockpick. Na, ki tudom nyitni. Uha, mennyi boostom van. Egy ilyenem van, hát ez sajnos el fog fogyni. 3, meg 2, 7-et ráad pluszba. Tehát elég lenne egy 3-as dobnom. Léci.
Nem lehetek ilyen szerencsétlen. 8, oké. Hát akkor az kinyitva. Rohadt jó. Hát ez nagyon tetszik. Sikeres kinyitás. Mi van benne? Elhasználtam sajnos, igen. Hát pénz. Jó, hát ilyen tolvaj cuccot akkor majd veszünk bőséggel. Ez egy agyüveg. Jó, majd azt is szétlövöm. Ez nem tudom micsoda. Ja, ez visszatöltő. Van most sérülésünk? Nincs. Jó, hát az a baj, hogy ezeket itt meg kell nyomogatnom. Tartok tőle, hogy meg kell nyomogatnom. Az ugyanúgy zokni, gondolom. Hát csak félek, hogy kinyírom azt a csajt. Te is jól nézel ki. Jó. Nézzük, melyiket nyomjuk meg először. Mentünk egyet. Ujjaj! Hát lehet, hogy nem ez kellett volna. Elnézést kérek. Hát, jó, mindegy. Ezek nem tűntek már olyan túl egészségesnek. Most már van benne áram. Jó, ezt már mondtad egyszer. Hát nem tudlak kinyitni sajnos. Valahogy csak ki lehet szabadítani. Itt ez folyamatosan azt mondja, amikor megvizsgálom, hogy valami lyuk van ezen a konzol panelen. Feltételezem, akkor oda kelleni fog valami, amit beteszek. Jajajaj, támad, támad. Nem támad. Tudok vele beszélni? Hey, hey! Na jó, nem érdekel. Sétálgat egy agy. Kulcs! Na, ezt betesszük és kinyitjuk. Jó. Itt is van egy. Itt is van egy. Mondjuk ez nem beszél. Na szegény. Na jó, de ez nem beszél, a másik az biztos valami NPC, mert ez nincs annyira. Jó, véletlen volt, bocs, nem oda akartam kattintani. Csak ekkora láda. Ez gyógyító főzet, szuper. Ez micsoda? Nem tudom mi. Na akkor ez, ennél volt talán valami, ami azt kinyitja. Ezt megnyomjuk, mi történik? Semmi. Na? Ez nyitja ki? Ez mondjuk jobban néz ki, mint a másik, ott valószínűleg hiányzik ez a... Jajajaj, nem kéne. Megnyomtam már. Bocsi. Hát ezt nem akartam, ne haragudj. De mindegy, legalább nem maradsz itt szenvedni sokáig. Hát, nagyon kérek elnézést. Igen, hát nekünk is ez lesz a sorsunk, úgyhogy kéne valami ellenszer. Na jó, de menjünk vissza a Jánykához, mert itt felvettem egy kulcsot is, meg valami kockát is, meg minden szart, hát ha ezzel ki tudom szabadítani. Ez nagyon cuki, ez az agylény, aki itt mászkál. Ezzel beszéljünk már egyet. Ez tök hülye. Na, figyelj, most már jó lesz minden. Igen, ezt tudom. Is it the rune? Na. Ez az. Hát remélem nem süti meg ezt a izét. Basszus kulcs. Jó, most lépjünk ki, most mentsünk egyet. És hát bízom benne, hogy nem sütjük meg szegényt. Igen, ezt már tudjuk.
Jó, eddig jó, de ez most csak megfigyelés, gondolom, tehát ettől ez még nem lesz megmentve. Aha. Hát ez a célom. Akkor viszont megnyomjuk. Azt mondja, kinyílik. Talán. Mindent, amit csak lehet, bevetünk. Ja, és ezen fog múlni? Kettő. Hallod? Hát végülis mindegy, ha egyet dobok, akkor is hozzáad egyet. Figyeld, meg egyet fogok dobni. Nem. Na, hát akkor elvileg ki tudjuk nyitni. Yeah. Na, és te még életben vagy? Nem annyira. Kicsit elkéstünk. Tehát... Na, de élj még. Szia! Én mentettelek meg. Nem, nem lesz a sírod. Én veled is kommunikálunk agyilag, meg a másikkal is. Mindannyian. Ez a narrátor az nagyon jó, hogy dumál egyfolytában. Dangerous company. Veszélyes társaság kell a bolyban, a harcban. Hát, legyünk viccesek. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Oké, jussunk ki a hajóba. Aztán szerintem lassan. Első epizódnak ez több, mint elég. Úgyhogy... hozod a kis kémeszközödet? Mi volt az? Mi volt ez? Azt mondom én is. Semmi, persze. Nem bízok benned. Oké, na jó, hát akkor most a hárman vagyunk, és még 5 XP-t is kaptunk. Még ezt a kis agylényt jó lett volna befogni, de szerintem, ha nem, az se baj. És hát nézzünk egy térképet. Hol vagyunk, honnan jöttünk. Fingom nincs. Ide kéne eljutni? Aha. Jó, hát itt az átjáró. És most itt vagyunk. Jó, hát akkor azt még megcsinálom. Hol is várja? Tudok én itt ilyen útvonalpontot kitenni? Erre, elvileg erre. Hát én voltam már ott az előbb, azt nincs ott semmi. Mindenki egészséges, nem kell senkit gyógyítani. Ja, van erre még egy átjáró, de nem, itt még nem voltam, akkor másik úton voltam. Mi a szarok ezek? Szerintem ezeket is lőjük szét a biztonság kedvéért. Nem, nem megyünk oda, mert megharap. Jó, sokat sebzek. Ettől fejlődik egyébként a képességem, vagy nem? Vagy hót, mindegy. Jó, energiában mindenki maxon van. Hát akkor... Persze, majd mindent te mondasz meg. Jó, mentünk egyet. És... bemegyünk. Aztán szerintem a... következő epizódot, amit rögzítek, azt megpróbálom majd nem a Mirilisszel, hanem a OBS-sel. Jó, de szépek vagyunk. Na, ez tök jó, hogy még a hajóból ki se jöttünk, de már hárman vagyunk. Ó, itt mindenki gyilkol. Ez meg az Illidan a WoW-ból. Kicsit innen-onnan ollózgat azért ez a játék. Szép vagy. Tényleg mindenki ellen. És csak azt kéne eldönteni, hogy ki az ellenségünk. Az is megölte. Mindenkit megöl. V
veled kéne megmenekülni? Hát, te vagy a főgonosz, nem? Takony arcú. Csak ennyien vagyunk? Ó, bakker. Na, kivel kezdjük? 95, veled kezdjük. Oké, sikeres volt. És mit mondod, hogy el kell jutnom a 15 kör van hátra? Meddig? Rizsa, tanulszol a before the... Húha! Le fog zuhanni az egész. Az szuper király. Jó, akkor jöhet a következő. Ennek csak 65? Ja, de várj, ennek nincs távolsági fegyvere. Ó, bakker, nem adtam a kezébe semmit. Hát akkor viszont te egy tűzvarázslattal kezdesz. Ezt nem mondod, hogy ezt is sikerült kinyírni. Ez azért elég hatékony csapat egyenlőre. Jó, hát haladjunk lefelé. És akkor őt nem választhatom? Ja, mert hogy előtte lép más. Aha, oké. Akkor ő neki azt mondjuk, hogy end. Meg, ja, ő azért tudtam választani, mert ők egymás után következnek. Jó, és akkor most lép valaki más. Ez durva volt. Hát én sajnos közben kell, hogy lootolgassak is, elnézést kérek, de... Valószínűleg semmit nem fogok itt találni, dehogy nem. Ezeket kár lenne itt hagyni. Nincs elég mozgási lehetőségem. Hát az igazi hülye játékos az ezt csinálja, mint én. Hogy... Na de várj, ez tud lőni. 85, hát az nem kevés. Oszta büdös, ilyen távolságról eltalálja. Na, frankó. Egy kör alatt egész sokat haladtunk. Jó, akkor most elútolja. Szuper. És elmegyünk idáig, és aztán szépen lelövöd. Vagy ez meg is halt? Hát Isten király. Hát akkor mit csináljak? Ezt nem kell segíteni kinyírni? Nem is nagyon tudom. Hát ez tök esélytelen. Ezt nem tudom sebezni. Persze, fejezzük be. Ezek jók lesznek eladni. Jó, hát ennyi volt. Ezt nem tudok vele mit csinálni. Jó, end turn, az is end. Most ő lép. Hát remélem elérek odáig a túloldalig azért addig. Most itt már nem lesz több ellenség, nem fakadok sírva. Ennyit tudok csak menni? Hát jó, akkor viszont addig segítsünk már neki, lőjünk már bele. 4-et sebeztem, király. Csak hullák vannak. Jó, hát nem tudom, hogy mennyi idő lesz nekem oda eljutnom, de nagyon nem tudok mást. Ez se tudja sebezni. Hát ez valami hiperfőbossz. Húha, na hát itt nem kellett volna ilyen közel jönni. Most ilyen... Azon vagyok, hogy elérjem. Ó, jaj. Hurry before they strike. Hát azon vagyok. Jaj, jöttek megint dzsuva lények. Akkor menjünk kicsit közelebb. Ez elég jó, az éj puska. Ezt jó, hogy megtaláltam. Hogy is volt, neki nem adtam még távolságit, ugye? Hát akkor tűzgolyó. El tudsz odáig lőni? Simán. Rohadt jó! Komolyan mondom, ezek rohadt jó karakterek. Innen húzzunk el gyorsan. És akkor még ott van egy döncike. Hát 65, ez nem fogja eltalálni. Gondoltam. Semmi baj, ma mindjárt közelebb jön. Hát azért fogynak a körök, fogynak a körök.
45. Miért ilyen kevés? Rohadt jó seb ez az ipuska, komolyan mondom, ez nagyon elégedett vagyok a teljesítményével. Hát így nem találsz hasznosat, hogyha nem jutsz el odáig. 11 kör. Hát most már csak odaérek, remélem ott valami rohadt nagy boss nem fog elém ugrani. Ezt se érem el. Ez nem fogja túlélni. Ó, gyöngy. Hát ez megéri ezeket lootolgatni. Hát igen, következő kör. Ez eléri? Nem. Öreg, most már húzd ki addig. Pár pillanat és megmentünk. Jó esetben. Nem, te se érsz el odáig. Mi az Isten ez? Ja, hogy jön az erősítés. Hát én ezt nem várom meg. Jézus Mária. Hát remélem, hogy ezt nem kell megvárnom. Oh, achievement! Take control! Super! Akkor elvileg megmenekülünk, mert megkaptam az achievementet, hogy megmenekülünk. Ebben nincs delay, mint az előző játékban. Figyelj, nem ölhetsz meg, mert már a Steve achievementet megkaptam, hogy megmenekülök. A jó anyád, mondom, nem ölhetsz meg. Ja, most megint elteleportálunk. De hova? Egészen jól néz ki a történet. És megmarkoljuk azt a tüskés szart. Jobbnál jobb helyekre kerülünk, és egyre jobb állapotban a hajó. Na, ez már egy kicsit legalább egy barátságosabb bolygó. Szerencsétlenek nem tudják, mi a szar ez. De az elf kislánynak tetszik, az mosolyog. Oké, ránk küldik az egész haderőt. Hát mi azért messzebb fogunk lezuhanni, srácok. Ó, most fogsz megzabálni? Ja nem. Hát ez így jó. Legalább egy tóba essünk. Ajjaj. Mondom én, szépen a tóba. Ja nem. Nem sokon múlt. Na. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through, but it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. Köszönjük szépen, ezt eddig is tudtuk. Na jó, hát legalább megmenekültünk a hajóból, és fogalm sincs, hogy hol vagyunk, de egészen szimpatikus terület. Innen fogjuk folytatni.